Szombaton délután 3 órakor ünnepi műsorral nyitják meg a csíkszeredai szabadságtéren felállított jégpályát. A csíkszeredai, illetve Csík környéki falvakból érkező gyerekek, ha előzetes egyeztetést követően is csoportosan érkeznek, kiválthatják a belépőjüket 10 tömörített műanyag palackkal. Támogatásos a projekt, ezért arra is törekedtünk, hogy például a Hajdúta Vízegyesületnek a tagtelepüléseiről ide látogató osztályok be tudjanak jönni nyugodtan, de programálás alapján ingyen is bérmentve. Nem kell pénzzel fizetniük a korcsolyázni kívánó gyerekeknek, ha csoportosan érkeznek, fejtette ki Korodi Attila, csíkszeredai polgármester azon a sajtótájékoztatón, amelyen a szabadtéri korcsolyapálya használatával kapcsolatos tudnivalókat ismertették. A gyerekek osztálycsapatokba tömörülve 10 PET palackot fejenként összezsugorítva, ha elhoznak ingyenesen, programálás alapján bejöhetnek és korcsolyázhatnak a délelőtti korai utáni órákban. Ez fontos nem csak azért, hogy jól érzi magukat, hanem azért, hogy főleg az ünnepekkor rengeteg csomagoló anyag özönlik velünk szembe, hogy azt felelősen kezeljük. Az egyik vasárnap a gyertyagyújtás után, amikor is... Vasárnap a csíkszeredai központi parkban levő adventi koszorún ünnepi körülmények között meg fogják gyújtani a második gyertyát. Erre a rendezvényre a Mikulást is várják, árulta el Sógor Enikő alpolgármester. A Hargita megyei mentőszolgálat és az erdélyi életmentők csíkszéki csoportja jóvoltából egy gyönyörűen kivilágított mentőautóval érkező Mikulás lesz, aki nyilván kisebb ajándékokat osztogat a gyerekeknek. A másik két helyszínünk pedig a két nagyobb negyedünkben lesz, az egyik a Kalásznegyedben, a Kalásznegyedi lépcső aljában 5 órakor és biciklivel fog érkezni. Ugyanúgy biciklivel érkezik a Tudor negyedi Mikulásunk. A hétvégén Mikulás vonat is várja a gyerekeket, akik a nap folyamán a nagyszakálú kíséretében kocsikázhatják körbe a megye központot.